Uraim, indulás edzésre, mi ez? Hát egy normálisok vagytok, mit csináltok ti? Ezt nem lehet csinálni, pláne nem ott, ahol bajnokokat képeznek. Oké, nem vagyunk katonák, de azért legyen rendben a holmink. Ruhák a földön, táska, minden, pakoljatok be a szekrényt, azt tudom. Erre már nem tudjuk hova tenni. Nincs elég helyünk már. Nekünk már nincs hely, nincs üres szekrény. Nincs üres szekrény. Már nincs üres szekrény. Nincs. De itt ez csak ez a 12 szekrény van? Igen. Igen, és már... Itt csak ez a 12 szekrény van? Hát én amióta, hogy nagyjából kész van az öltöző, én azóta nem is voltam ott bent. És én nekem az volt az utolsó információm, hogy ott 20 körüli szekrény van. De itt még kellene lenni legalább 8 szekrénynek. Hát ahogy látok, Sanyi, nincs. Nincs. És ez ennyire vicces szerinted? Hogy a melósok? Hát szerintem rohadtul nem vicces, mert ez ki lett fizetve. Na pakoljunk össze gyorsan, és akkor kopás beedzeni, jó? Úgyhogy azért normálisan nézzen ki, ráadásul ez az én törölközőm, azt hiszem. Szépen pakoljunk fel a padra, jó? Peti, köszönöm. És akkor menjetek be, melegítsetek be, palikám. Jó. Egy perc és jövök. Cipőtartó. Mi a jó Isten? Hol a kapcsoló? Ott is, öregem. Tehát ezek mit csináltak? Milyen munka ez? Direkt ismerősökkel dolgoztunk, olyanokkal, akiket ismertem, olyanokat bíztam meg a munkálatok elvégzésével. De az, amikor szembesülök azzal, hogy nincsen kész az, amit megbeszéltünk, és nem az, hogy nincsen kész, hanem ilyen hanyagul van megcsinálva. Szia, Sanyikám! Szevasz, Ruzsikám! Te figyelj már, egy picit átverve érzem magam, hogy őszinte legyek. Ezer éve ismerlek, haver, megbeszéltük, hogy megcsináljátok itt nekem a terembe a munkát, amit megtudtok. Igen? És mi a probléma, mit nem csináltunk meg, Sanyikám? Hát Ruzsi, gyere ide, mikor tudsz ide jönni, és akkor elmondom, meg is mutatom neked személyesen. Figyelj, egy 15-20 perc múlva ott vagyok, az jó neked? Persze, megvárlak, gyere. Na, akkor egy 15 perc múlva ott vagyok, jó? Sietek. Jól van, köszönöm, haver, szevasz. Becsapva éreztem magam, meg úgy éreztem, hogy ez nincs így rendjén, ez nem korrekt, ez nem frankó. Na gyere, na ezt figyeld. Ami a legnagyobb baj, ma, kérlek szépen, bejövök, öltöznek a srácok, öregem, szétdobálva itt minden, ruhák, cipők, össze-vissza akaszgatva, kabátok, minden, mert hogy azt beszéltük, figyelj, nekem ez az életem, Ruzsi, ezt a termet akartam évek óta, ezen dolgozom, most végre létrejött, rólam nem terjedhet el, hogy itt a gyerekek a WC-be kell, hogy öltözzenek. Az öltözőszekrények itt vannak, köszönöm. De ez csak 12, Ruzsi. Arról beszéltük, hogy nagyjából 20 lesz. Figyelj, Sanyi, engem Érik felhívott, szeretne költségcsökkentést ugyebár rendezni, mert drágának talált, hogy minél olcsóbban legyen ez az egész. És lehozott 8 szekrényt. Aha, ugyanígy a kevesebb. Miért költségcsökkentést szeretett volna rendezni? Uaj, ez a nő. Először a srácaim előtt égek be, aztán utána ugye az odahívott iparos ember barátom előtt égek le, hogy nincs igazam. Mindegy, lecseszem az embereket, meg téged is. Ne haragudj rám! Figyelj, de ettől függetlenül mondom, hogy arra a 8 szekrényre akkor is szükségben lenne. Semmi probléma. Azt mondod, hogy hozni? Hogyne, persze, mikor hoz? Akár holnapra is. Szia, élet! Merre vagy? Intézem a csapatban együtt, miért? Ja. Figyelj már, nagyon kéne beszélnünk ám. Mi van? Melyik egy is van? Jaj, nem kell rögtön beszélni mindentől. De annyira bosszantott a dolog, hogy ezt így nem lehet. Tehát én meg telefonban nem fogok vitázni, magyarázni, stb. Nem kajálunk egyet a pizzériánkba? De... Mikor érsz oda? Kérlek szépen, én pár perc is ott vagyok.
gyere már oda, és akkor... Jó van, figyelj, kajáljunk egyet, és akkor elmondom, hogy mi a bajom. Jó, csak telefonban hosszú lenne. Ilyeneket ne csinálj már velem. Nyugi, nem akarok elválni, eszem ágában nincs. Sziasztok! Szia, babám! Szia, kincsem! Most még mindig válogat? Most jöttem az előbb. Mennyi pizza! Érezz jól magad, aztán majd, az étványom, aztán majd elrontom a kedvedet, mert azért ez... Ne. Ennek felesett tréfa. Tudom, mert ismerem 100 éve, tudom, hogy ilyenkor bevarosálva azt hiszi, hogy valami hú, de nagy probléma van, és hogy lehet, hogy még arra is gondolt, hogy el akarok válni. Ez itt sok van. Sikerült választanak? Nagy nehezen. Gyeres. Jó, pármai sonkásot kérünk szépen. Mert plastik tésztával vagy? Nem, a light tésztával. Starlight tésztával. Na figyelj, kincsem. Közben elkezdem mondani, jó, hogy mi az igazi probléma. De ne vonni szemöldököd, mert már most nem. Hogy ne vonnám a szemöldököm, mert igazániból megint maradtam. De mit csináltam? Fülig belecsücs a megint. Mert? Hát azért, mert én bementem, nagy kupi, Sanyi mérges, lecsesz mindenkit. Erre kiderül, kevés a szekrény. Várjál, lecsesz Melós, aki a szekrényeket hoz. Én lecsesz mindenkit. És én mit csinálni? És kiderül, hogy kevés a szekrény. Ez volt a baj. Hát annyit kértem, amennyit... Ki volt a kis spórolós? Nem spóroltam, annyit kértem, amennyit... Ne pittyezzél, mert... De pittyezek, és már remeg a... De most komolyan. Én annyit kértem, amennyit kell. Direkt kiszámoltam átlagban, hányan járna. De azért vissza kell tenni. De te nekem ne átlagoljál, meg ne számolgassál. Miért? Oké, mivel kell számolgatni, abból jó nem sül ki. Nem értettem egyet a Sanyival. Mert én utána vettem volna több szekrény, miután tudom, hogy nem férünk el benne. Addig, hogy üresen álljanak a szekrények, szerintem ugyanúgy, ahogy eddig is gondoltam, pénzkidobás. Most 5 darab pizzát fogok a fiúknak rendelni azért, mert lecsesztem őket nyíltan. Igen. És ez a te ruha pénzedből, kis konyha pénzedből fog menni, mert én nem fizetem ki. De én csak jót akartam végig. Tudom, most ez kell, nem kell? Tudom, hogy jót akartál, csak ha ilyet akarsz, akkor azt meg kéne beszélned előtte velem. Jó, de ha arra várnék, hogy megbeszéljük, akkor még 3 hét múlva se lenne szekrény. Mindegy, kincsem. Megyek, rendelek 5 pizzát, jó? De Nyali, mi van a pamacsal? Pami? Pami? Te? Mi van ezzel a kutyával, Nyali? Nyali, ne ugrálj, nem látod a Pamit? Van. A pamacs olyan korban van már, hogy vannak napjai, amikor nagyon rosszul van szegénykém, alig mozog, meg alig tud vizet inni, nem akar enni. Ez a legfőbb panasz vele. Mindent kincsem. Szia, élet! Mit csinálsz? Itt a nyomdában vagyok, mint a Molinót. Aha, és a Paminak az állatorvost mikorra beszélted meg? Nem emlékszem, pont egy pár nap múlva megyünk, azt hiszem. Uh-huh. Na jó van. Mi van? Á, semmi. Mi van? Te ilyet nem kérdezel, csak úgy. Nem, csak hogy tudjam, hogy mikorra kell menni, csak azért kérdezem. Ha az Ildinek szólok, akkor biztos, hogy nagyon kiborul, csapott papot otthagy, és sírva, nem tudom hogyan, bárhogy lehet, hogy még az autót is összetörné magát, inkább nem kockáztattam meg azt, hogy ő bepánikoljon. Hát ez lehet, hogy már nem is. Szevasz, Pali, hallod? Azonnal gyere át. Mi van? Hát öcsém, az Ildinek az öreg kutyája, az öcsém nagyon szegen van. Gyere, elvisszük az orvoshoz. Aha. Igazán azért kellett, hogy gyere, mert hogyha az orvos azt mondja, hogy Sanyi, most beadjuk neki a nyekkafúró injekciót, akkor nekem az Ildivel nagyon komolyan át kell ez benni. Biztos, hogy egy gyerekkorában kapta, ez el akart tőle búcsúzni. Azt tudom, de... Tehát mindenféleképpen... De miért nem szóltál neki, hogy elhozod, hogy eljött? De hogy szólok neki, hát akkor kiborul egy. De hívd fel, hát nézd már meg, milyen állapotban van a kutya. Hát...
De hogy hívom föl, nem hívom hát föl, de hív kiborul. Fel, mert hát nem kiborul, most, ha kiborul, nem, ha nem dolga kiborul. Van, kiborulna, inkább nem. Hát jó, de most a tudta nélkül elhozod, ne adj Isten, az lesz, hogy tényleg... Figyelj, ha azt az mondja lesz, az orvos, Bali, ha az lesz, akkor nincs gond, mert akkor megbeszéljük. Tehát akkor fölhívom az Ildit. Na egyébként, hogyha az Ildi igazán szereti a pamacsot, úgyse fogja hagyni, szenvedni. Nyilván. Én se hagynám az én kutyámat, hogy szenvedjen. Ha lenne. De nincs kutyád. Nem na, viszed nincs. El ezt? Köszönöm. Á, nem. Szia, doktor bácsi! Ah, gyere, pamacs! Gyere, öreg! Szinte alig állt a lábán szerencsétlen kutya. Menni már tudott, tehát nem kézben kellett vinni, de nem volt jó állapotban. Én most azt javaslom, hogy vegyünk egy gyors vért, abból nagyon sok minden kiderül. A vérkép, a fehérvérsejtek, vörösvérsejtek száma, a májvese, hasnyálmirigy működésére utaló dolgok. Ez egy 15-20 perc alatt megvan. És közben megvizsgáljuk a kutyust, ha szükséges, egy pici nyugtatót kap. Az orvos megmutatta a kis táblázatát a rendelőben, hogyha Pami ember volna, akkor hány éves lenne, és több mint 90 éves volt szerencsétlenkém. És hát igen, ezzel egy 90 éves ember azért már koros. Biztos vagyok benne, hogy lesz fogkódás, mert rettenetesen néznek ki a fogai. Volt, ami magától kijött. Pár csepp is itt nem tudná szedni az utcán. Pali? Ez nagyon munkás. Te kutyád? Honnan? Adok egy vesetállat, kimegy pisilni egyet, és amikor emeli a lábát, akkor hozzatok be egy pár. De már nem emeli a lábát. Volt már pár kutyám, és voltam pár szor állat orvosnál, de ilyen feladatot, hogy pisit vételezzünk egy kutyától, ilyet még nem kaptam soha. Pali. De ez a te dolgod. De én most irányítom a kutyát. De irányít, cseréljünk. De nem cserélünk. De, gyűjtöd a kutya, úgy ott én viszem. Nem, mi cserélünk. Pali. Te kutyád. Én öregebb vagyok. Én eljöttem veled. Eljöttél, én de én nagyon öregebb rendes vagyok. Voltam. Nagyon rendes voltál, de én öregebb vagyok, tapasztaltabb, és közben gyere erre. Öregebb vagyok, tapasztaltabb, és én vagyok a főnök. De az mind szép és jó, de én akkor te kutyád. De ez nem az, az nem kutyája. Fogom gyűjteni. Abba csak! De abba sem! Kicsit alá, kicsit se. Az a baj a pamacsal, hogy a pamacs már nem emeli úgy a lábát, mint fiatal korában, és nem látszik rajta úgy, ahogy mint egy átlagos kutyán, hogy na akkor ez most pisilni fog, és akkor most kell odaugrani azzal a tállal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ez az életben. Jó, de akkor viszont most egy döntőt. 1, 2, 3. Takarítod a... Bocsánat. Visszavágót. Nincs visszavágó, kétszer nyertem. De nem áll, de én... Ne! Hop, figyelj oda! Svaj, vigyázz, mert kilöki! Összességében én azt mondom, hogy nincs nagy dráma. Én azt javaslom, hogy vállalván még annak is az ódiumát, hogy az életkora miatt egy picit nagyobb a kockázata a bódításnak, egy picit felületesen bódítsuk el. Egy ilyen idős állatnál, de egy idős embernél is, ez egy komoly kockázat. Na most a nagy problémám az volt ebben a kérdésben, hogy nekem ezt a kutyát haza kell vinnem. Jó, legyen, csináljuk meg, legyen, bódítsuk be. Jó. Egy nagyon picit akkor arra kérnélek, hogy a fogsikáját, hogyha megfognád, és akkor ide... A szemébe adjuk? Nem. Úgyhogy azt hittem, hogy így kell tudni. Csak a fogsikáját, ha megfogad, és akkor ide a válla elé, én ide szoktam, egy pici kis kellemetlenség lehet ez. Vállaltam a kockázatot, mert bíztam az orvosban, szakszerűnek és nagyon jónak és ügyesnek tűnt. Na kérem szépen, kicsi kocsi, újra szágul, menj apádhoz. Jó van, mozog. Úgy néz ki, megúsztuk. Köszönöm, Péter. Szegény. Elég rosszul van. Igen, kicsit remeg, nem? Ja, de lehet, hogy fázik. Nem kéne betakarni? Találok betakarni a kutyát? Hát csak be kéne, nem? Szőre van. Na, feküdj le. Hát takarjuk be, volt állakon, ami... Ez most melyik? Morog? Nem, hát fáj neki. Hát... Ez a kutya. Szegény pamacs már olyan korban van, hogy bármikor megtörténhet vele a legrosszabb.
bármikor összeomolhat. Szia, baby! Hello. Szia! Jaj. Te, Palika, mi újság van? Palikával akartunk enni egy szendót, de nem tudtuk. Nem, hanem, hogy itt vagy. Azt nem azt mondja, hogy sem. Jó. Sanyi áthívott. Jövök át. Akartunk enni egy szendót. Mi van, Pamacsan? Mondom, akartunk enni egy szendót, de nem volt itthon kenyér. Miért van betakarva? Fázott egy picit. Na most oltasz. Góda mentem, akkor semmi reakció. Szinte még nem tudom, ilyen illuminált állapotban volt a kutya, és az látszott rajta, hogy hát valami történt vele. Akivel te is már beszéltél, elvittem ahhoz az állatorvoshoz, mondtam neki, hogy hát valamit csináljunk. Ja, de várjunk, és ő mit csinált vele? Hát megvizsgálta, vérvizsgálat volt, meg aztán megmérte a lázát, az Palikának nagyon tetszett egyébként. De nagyon tréfásak vagytok, de most komolyan. Hát figyelj, vérvizsgálat, minden megnézett, kiderült, hogy a prostatája egy kicsit rossz állapotban van, meg a veséje egy picit. Én megtudtam, hogy el volt bódítva, mert a vizsgálatokhoz kellett, és hogy ez miatt nem hívott föl. Ez nagyon rosszul esett, ez nagyon rossz volt. Mert ennyit elvártam volna tőle, ez 16 éve a kutyám. És hidd el nekem, holnap reggel jobb lesz, mint újkorában. Nagyon remélem. Hát azt mondta az orvos, hogy ezzel most adtunk neki pár hónapot. Kapott ilyen vitaminokat, meg minden. Vitamin injekciót kapott meg, mindent. Úgyhogy kapott vagy 4 injekciót, vagy 5. És miért van meg ennyire halló? Jobb arra, mint bármikor. Hát azért, mert még csak most lett. Hát meg most még el volt bódítva, de ez nem altatás volt, csak bódítás, hogy tudod, egy kicsit elkábították. Halló! Halló, szevasz, Sanyi, Dávid vagyok. Szevasz, Dávid! Na, mi a helyzet, haver? Hello, hát tudod, valószínűleg a nagy nap, az éve első papjárció gálája, a bátorés. Nagyon frankon összeraktuk a bulit, tehát hátra számítunk, csak megmondom őszintén, van egy nagyon nagy problémánk. Na. A speakerünk mindig Szegedről jár fel, és most hívott engem 5 percre, hogy nem biztos, hogy itt tudod érni a show elejére. És tudod, ringbemondó nélkül nagyon van csapva. Az igen. És mit tudok ebben segíteni? Sanyi, nem tudnál nekünk segíteni, hogy beugranál? Ilyen feladatot csináltam már, és illetve ilyen felkérést is kaptam már, úgyhogy annyira nem lepődtem meg azon, hogy gondoltak rám a pankrátorok. Inkább azon lepődtem meg, mert ezt azért mindig jóval előtte szokták közölni. Úgy néz ki ez a dolog, hogy kb. Most kellene idejönnöd. Most kéne indulnom? De már most élesbe vagyunk? Mikor van a show? Hát miért? Egyszer elpróbáljuk a speaker szövegét gyorsba, és gyakorlatilag aztán 5 órától megy a show. Azt a mindenségit. Ez tényleg elég gyorsba van. Jó. Hát... És öltöny minden, ahogy kell, tehát úri módon, úri muri. Így van, így van. Tudod, a szokásos kis fejéring, csokornyakkendő vagy akármi. De az, hogy igazából te legyél, hogy ismerjenek, tudod, ad az egésznek egy magasabb szintet. Jó, király, oké, megyek. Jó, arra mehetnek az asztalok, arra mehetnek a létrák. Szevasztok! Szevasz, Sanyi! Hello. Mi a helyzet? Fú, de nagy király, hogy el tudtál jönni. Eljöttem, hát persze. Marha nagy gázba lettünk volna. Turger Dávid főszervező, aki Sanyi hangját akarja. Hát figyelj, nagyon röviden megpróbálom bemutatni a dolgot. Itt a ring, ott lesznek az emberek, arra körbe, csak itt lent fölül is. Fölül vannak nézők? Fölül, alul teltházat várunk. Aha. Úgyhogy... Hány ember van? 1000? Hát, 800 környéke. Azért ez nem volt ez olyan egyszerű, így ránézésre sem volt olyan egyszerű. Kicsit megijedtem ettől a feladattól. Te nyitod a show-t, neked kell ugye megszólítani az embereket, a hangulatot megcsinálni. Amikor a birkózók jönnek befelé, akkor neked kell bemondani, hogy a súlyát, hogy honnan érkezett, ja, itt vannak külföldiek, meg a magyarok. A nevüket, és azt angolul mondom be, mert... Igen. Nem. Magyarul nyugodtan, itt a 90% a magyar a közönségnek. Így magyarul nyugodtan, arra található az öltöző. Úgyhogy, ha gondolod, akkor bekísérlek, bemutatok a srácoknak. Jó, öltözzünk is át. Na, hogy megy, Sanyi? Jó, oké. Szevasztok. Szia. Hát... Hauki János, G-Hawk HCV pankrátor. Hogy ti már be vagytok öltözve már? Hát ez így néz ki, tudod. Csili-vili. Harcra készen? Minden. Meg az elegáns ruhában nekem mindig bajom volt. Rólam teljesen úgy beszéltek akkor ott, mintha én már egy kiöregedő, félben lévő, teljesen harci kedvmentes, ilyen vén ember lennék. Nem az, hogy öreg vagy, hanem hát azért... Hát azért hidd el, még azért oda tudnám ám tenni nekünk, magam. Nekünk egy-egy meccsre. Tök nagy a sérülés veszély 20 évesen, te meg majdnem 40 évesen, hát dupla akkora a sérülés veszély.
Azért gondold át, hogy... Hát, hogyha most, nem vicceltek, akkor én meggondolnám. Én nem hagynám. Azt hiszed, hogy hordágyon kéne kivinni, vagy mi? Nem az, hogy hordágyon kéne kivinni, de basszus, azért a te méregfogad az már kihullott. De szemtelen! De és érted? Na jó van! Én már félre is tettem ezt a cipőt. Picit ebben már akkor benne volt, hogy én berezeltem attól, hogy mikrofonnal kell ott társorognom, és beszélnem olyan dologról, ami nem feltétlen vagyok én, akkor inkább csinálom. Készülj föl, apukám, mert akkor felhozó meccsnek a legelejére, akkor én most kiállok veled, de, ja, várjál! Azon gondolkodom, hogy én azért nem szeretném teljes mértékben azért fölvállalni magamat. Aha. De, és tudod, mire gondoltam? Én kaptam nem olyan régen egy maszkot. Őrizgettem már tök régóta ilyen relikviaként, egy ilyen luchador maszk. Tök jó. És nem ismernek fel benne? Nem, mert teljes arcot takar. Tök jó. Hát csináljuk meg. Legalább meglepi lesz majd a közönségnek is, amikor kiderül, látni hogy fognak egy arcot, akit eddig nem kiderül, láttam. Hogy a Várdosival virkóztam. Hát figyelj, csináljuk meg, Sanyi, rajtad áll, ha benne vagy. Hát én benne vagyok. Ha bemehetek a maszkba, hogy így nem lesz olyan direkt, hogy én vagyok az, akkor... Srácok, hozzuk le! Számomra megtiszteltetés, de... Mert akkor a feleségemet fölhívom, hogy hozza a maszkot. Jó. Uram, akkor egy barátságos küzdelem, meglátjátok, hogy azért az öreg róka nem bén róka, azért még oda teszem magamat. Ez fontos, tényleg úgy közd meg, hogy le tudjam venni fogom majd. Fogom megkötni. Jó, ne úgy kell levágni rólam. Jó. Na Mária, nem szoros? Hát nem, de nem kell nagyon szorosabbra. Akkor nem látok meg, nem kapok levegőt. Úristen, hogy nézek. De kincsem kőkemény legyél, hallod. Hát azért ez nekem nagy dolog volt, én nem nagyon láttam még őt élőbe küzdeni, mióta együtt vagyunk, úgyhogy... Mégis azért örültem neki. Bevállalta, de nem lepődte meg rajtam. Kemény legyen. Kemény. Jó, ez mennyire valószínű, hogy egy ilyen maszkos embernek mondja, hogy kemény legyen. Jó, az lesz. Nagyon az lesz. Várjál, megnyomkodod itt a hátam. Nagyon fáján. Sőt, ej, de hideg a kezel. Na jó, én akkor nem inkább tapos, vedd le a cipőt. Tapos alatt. Ah, tapos meg. Nagyon fáj itt a hátam. Alig látok ebbe egyébként. Levegőt kapsz benne? Kapok! Jaj, várjál! Fölkészítelek hozzá, hogy ez az. Amíg én nem melegszik fel a kezem, addig én hozzá se nyúlhatok, és egyébként szerintem, hogyha csupasz lábbal masszíroztam volna, akkor azt se viselte volna el. Egészségedre. Kemény legyen, tényleg. Ezt a maszkot hozzá már nem hozhatod, azt tudom. De hazahozom, és ebben leszek este. Sőt, jobbat mondok. Ne! Hideg a kezed, nem érted? Jó, oké, akkor nem jó. Hölgyeim és uraim! A ring felé tart! Az 175 cm magas! 105 kilós! Titokzatos, maszkos harcos! Aki egy állítólagos bajnok! De senki sem tudja, ki lehet ő! El Sandro! Azt tudom, hogy először nem szerettek az emberek, az biztos. Először üheltek engem. De az jó. Az jó. A Dallasban is a Gyoki volt a menő, nem? Sose küzdöttem maszkba. És abban alig lehet kilátni. Alig az benne levegőt. Tehát nem jó érzés, marha rossz érzés volt. És ez látszódott is a teljesítményemen, mert hibáztam is, és akkor össze-vissza vert ez a J-Hawk engem. Yeah.
tetőtől talpig libabőrös voltam, nem is hittem el, hogy olyan szinten örjöntek érte az emberek, erre sikítottak. Pankrációban ez teljesen szokványos dolog, hogyha valaki vesztésre áll, akkor bejön a haverja, és akkor segít neki. Na most az, hogy hátba vernek egy ilyen székkel, hát az nagyon aljas húzás volt szerintem, de elkergettem mind a kettőt végül. A mérkőzés győztese diszkvalifikációval! A mi olimpikonunk Bárdosi Sándor! Küzdelem, meg minden ugrások, mindent kibírt a lábam, és aztán az utolsó pillanatban mégis megbicsaklott. Szépen fogjuk meg. Nem, segítek inkább. De óvatosan. A szed föl közben. Óvatosan. Kincsem, ez így nem jó. Hát ezt mindenképp el kell menni megnézetni. Ez így nem vicces. Nem nézel ki túl jól, meg nem is értem, nem is nézem egyébként, mert szerintem... Ne, majd inkább én felhúzom. Jaj, Ildi, nyugi már! Ildivel nézegettük, egyre jobban dagadt be, már nem is tudtam úgy hajlítani, már nem... És egyre rosszabb lett, egyre jobban fájt. És megmondom az őszintét, hogy egy kicsit berezeltem, hogy nem-e valami komolyabb baja van a lábamnak. Menjünk a dokihoz. Mindenképp igen. De fájdalomcsillapítót meg nem akarok bevenni, mert ha meg beveszek fájdalomcsillapítót, akkor nem fogom érezni, hogy fáj, és esetleg úgy mozdulok, hogy még nagyobb hülyeséget csinálok vele. Én nem mondtam, hogy fájdalomcsillapítót, menjünk el, nézzük meg, mondja el, mi a baj, és akkor azt szerint cselekszünk. Tunci, meg a baj. Mi? Megint nem vettem fel a sógatyát. Ne. Laura, tud nekem segíteni? De Sanyi... Hát most mit csináljak? Érlepedőt, és akkor ezt maga. Ebbe kell. Megmondom őszintén, nem szeretem az alsónadrágokat, és ha lehet, akkor én általában otthon is hagyom az alsónadrágomat. Az se baj, ha duplán. Miért nem vettél fel? Oda tettem neked reggel. Az úzós ölemet nem láthatja senki. De miért nem vettél fel alsónadrágot? Tudod, hogy utálom az alsónadrágot. Én olyan vagyok, mint az olaszok. Nem szeretem az alsógatyákat. Az, hogy Sanyi nem volt alsónadrág, ez sajnos engem nem lepett meg. Én nap mint nap könyörgöm rá, és ő egyet fordulok jobbra, egyet balra, és arra megyek haza, hogy veszi a nadrágját, és nincs rajta alsónadrág. Gondolom, látok már cifrát. Bocsánat, csak egy... Szerintem múltkor, mikor itt volt, akkor sem volt alsónadrág. Komolyan nem volt. Tényleg, látok, itt olyan voltak évek óta. És akkor most csak így rá, csak ez nagyon kemény lesz, mert a perforáció lesz szétszakadni. Mit csinálunk? Elég kínos volt, hogy őszinte legyek. És a legnagyobb kín az volt benne, hogy néhány évvel ezelőtt a doktor úrnak ugye az asszisztens az emlékezett, hogy pár évvel ezelőtt, amikor először jártam náluk a térdemben, akkor se volt alsógatya rajtam. Kincsem, ügyesen? Mit tudok én, hogy ügyesen feküdjek? Vagy hát igen, mozdulatlanul. Látod? Mondtam, hogy ügyesen. 20 perc. Jó. Akkor lehet, hogy én addig szólnék egyet.
legalább a papírral, mint egy ilyen... Betettek a Faraday ketrecbe, látod? Doktorul, nagyon izgatottak vagyunk. Legalábbis én. Megnézzük. Ez a Sanyi térde? Ez a Sanyi térde, igen. Hát, Sanyikám, elég nagy baj van. A doktor úr, mi már régi ismerősök vagyunk, még válogatott koromból, válogatott birkozó koromból. És a legutóbbi találkozásunk az pont az volt, amikor ugyanez a térdem, hát ugyanígy viselkedett. A belső oldalszalagban van egy részleges szakadása, ami, hát azt tudja Sanyi, hogy ez meggyógyul magától, csak nagyon lassan. Nagyon hosszú, mint a megoperálnak. De azt nem lehet operálni. Nagyon rossz volt, mert Sanyinak nem láttam a szemeit, de hallottam a hangján, hogy megijedt, mert tényleg nem szeretne még egy műtétet. Most elkezdett fájni? Nem. A szívem kezdett el fájni. Én azt hittem, hogy kúk vagyok, én mindent tudok. Nagyon nem szeretném, ha ezt megint meg kéne operálni. Az nem volt jó, az a műtét. Kiterítenek, mint egy dögöt egy asztalra, és altatnak, és... Másnap kelsz, azt se tudod, hogy mi van, napokig tiszta kába az ember, gyógyszereket kell szedni. És azt tudom, hogyha megoperálnak, akkor mankó, és a mankó az nagyon gáz. Milyen olimpikán? Egy olimpikán nem járhat mankóval. Megmutatom, mit kellett csinálni. Kíváncsi leszel. Úgy szeretnéd lefújni, hogy a műanyag ne legyen arany, ugye? De miért arany? Válaszold már meg, hogy miért arany. Kinek van? Kinek? Mi kinek van? Aranymankó. Kinek? Meggyógyulok és eladjuk 100 millióért. Ja. A Bárdosi aranymankója. Ja. Tudod, milyen híres lesz? Az mindjárt más. Egy mankó is lehet jó pofa. Egy mankó is lehet menő. Nem? Oda. Ha én olyan leszek... Akkor mi van? Juhal, egy kicsit sok lett ott. Ne vadulj meg, és már nézd meg már kiukat. Hogy fogom hát, felszedni de a parkettáról? Nem fogod, nem fog bemenni. Hát ott nem olyan. Meg alatta van a másik papír. Mit kell egyből berosálni? Hát be kell rosálni, mert ha én nem vagyok itt, akkor tuti berosálok, mert az jövök, és az egész szőnyeg arany. Nem tudom, hogy mit kell ezen ennyit. Nem mindegy. Kicsit lecsöpök. Amíg még nem szárad meg, föl lehet törölni, nem? Nem van nagy dolgok ezek szerintem. Nem már! Mitől fosol? Ne? Lefele fújjad, ne felé! Ki tud ezzel befújni egy keréktárcsát? Hát ez hülyeség ezt ráírni. Na jó. Hé! Még szárad, ember! Hülye vagy! Na, menj arrébb vele most már, ezt nem kell. De ne tedd le, mert egyből meglátszik mindenhol. Értettem! Vittes! Tök jó lesz. Lefekvéskor ez a szak. Hamarabb elalszunk. Jó lesz. Ez hülye ötlet volt. Elkezdeni a szoba közepén befesteni egy ilyen rohadt kemény festékkel a mankót, ami ugye azt hiszem még hőálló is volt ez a festék, tehát nagyon durva. Én nem állok neki a másiknak. Meg nem mert még egyszer fújni, mert lenyom a torkodon azt az aranyfestéket. Ne rögjél, nem vicces. Ma a recepciós lányokat fogunk válogatni, castingolni, és benneteket is jó lenne, hogyha képviselne valaki. Az jó lenne, a legügyesebb lenne. Én arra gondoltam, hogy ezt most ki is játszanánk, így az edzés végén. Hát fontos az, hogy ők is jól érezzék magukat. Olyan ember kerüljön oda, aki nekik is megfelel, tehát a felhasználónak is megfelel, nem csak nekem. Itt a vége, Peti! Köllő megúszta! Ej, a köllő! És a köllő megmaradt itt a hátul. Súnyiba. A súnyiba. Bence, akkor gratulálunk. Ezt maga megnyerte, maga lesz a csapat képviselője a castingon. Remélem jól fog dönteni, meg jól fogunk dönteni. Jó. Túl viszont. Szia, Ildi!
Figyelj, már hoztam az önéletrajzokat, mindjárt itt vannak a lányok. Mutasd már. De nem hozzád jönnek, már ne haragudj. Hát ott nézem, már megjön. De az volt, arról volt szó, hogy a Bence is megnézheti. Egy ember, szorgalmas ember megnézheti, igen. Érkezik az a három jelölt, akit az Ildi kiválogatott a recepciós állásra jelentkezők közül. Hát nagyon remélem, hogy jól válogatott. Ide Rondonát nem vehetünk föl. Itt jól kell, hogy mutasson. Mellőslök nagyon jól fog mutatni. Igen. Én meg azt mondom, hogy szerintem inkább legyen élettapasztalata, hogy látod, hogy igazgatói asszisztens volt. Azért csak annyit. Jó, de ha nincs szép melle, akkor én nem tudok vele mit kezdeni. Az igazgatói asszisztens. Mondjuk egy igazgatónak jó volt, akkor lehet, hogy nekünk már is mellesleg jó lesz. Neked mit kéne vele kezdeni? Hát, de nem, hát itt akkor nyilván helyén kell kezelni a dolgokat. Szerinted melyik fog neki szót fogadni? Hogyha semmi tüdeje nincs a dolgokhoz, nem tud kiabálni. Tüdő mi? Ez itt olyan tüdő apukám, hogy... A srácaim számára kívánatos legyen, tetszen a fiúknak, szívesen jöjjenek. Tehát akinek mondjuk nincs kedve edzeni, az ne adj úristen, azért jöjjön le, hogy a csajjal találkozzon. Mert akkor is legalább ott van a teremben. Remek, na, mindjárt... Mikor jön a csaj? Percek kérdésre is benne. Jó, akkor elmondanám neked, hogy én már tudom is. Egy kicsit itt ki kell porszívozni, meg kell nézni. Hát ha figyelj, ha azt mondja először, most hogy... Most a megbeszélés napján kezében... Hát miért? Szerinted mit fog csinálni? Majd nem, majd én fogok porszívozni, nem? Nem! Tudod, mit fog csinálni? Már tudom is. Pontosan azt a tesztet fogom csinálni, amint te átmentél. Na mesélj! Csak veled, de várjál, én... Veled mosogatással játszottam, emlékszel? De várjál, ő neki nem kell a te teszteden átmenni. Ne, át kell menni a tesztemen, megmondom miért. Mert ha én elkezdek itt porszívozni, közben beszélgetünk, és ő nem veszi ki a porszívót a kezemből, akkor két hét múlva se fogja kivenni. Ne idegen, de szegény nem izének jön ide. Miért venni ki a porszívót? Mert nem az én dolgom. Az én dolgom a szakmai feladat. De előbb kell vele beszélni, hogy mik a feladatai. Vezetni. Nem? Hát ez az egyik. Hát ez egy fog, ha nem veszi ki a... És ha nincs megbeszélve, vele gondolod, kiveszi a kezedből? Figyelj már rám. Kommunikáció. Két tannyelvű. Gyakorló középiskola, két nyelvű érettségi, menj már. Hello! Szia! Ő marad, vagy ő? Hát még jó, hogy marad. Rá ne lépjél, mert rávágok ezzel a lábadba. Sanyi. Tamara vagyok, szia. Szia, Tamara, mázes, Sanyi. Szia. Bocsánat, én azért nem állok föl, nekem most... Sziasztok. Én azért nem állok föl, Tamara, mert nekem most egy kicsit fáj a lábam. Mi történt? Vadászbaleset. Na! Na, nem viccelődjön. Nem, itt nem az a lényeg, itt most nem is rólam van szó, itt arról van szó. Hogy... Én megijedtem először attól, hogy te 10. kerületi vagy. Tényleg? Onnan bejársz? Igen, autóval járok. Ja, autóval jársz? Igen, van jogosítványom. Tamara aranyos, de sokszor úgy éreztem, hogy azt akarja mondani, amit én hallani akarok. Ne adj úristen, valaki mit tudom én elájul, mit csinálsz vele? Attól függ, hogy mennyire súlyos, hogy mitől ájult el. Hát például én elájulok a szaunába, mint 90 kilós. Ez még nem fordult elő, de abban a pillanatban kihúzlak a szaunából, ellátom a sérüléseidet. A sérüléseidet? Ezt próbáljuk csak ki. Mondjuk oda, figyelj, várjál, oda a szőnyeg szélére feküdj le. Várjál! Jaj, nem hoztam a magamat, a fene egye meg. Ő egy picit szerintem egy ilyen hebrencsebb, még eléggé fiatalos típus. Nem tudom, hogy mennyire jönnék ki vele. Hát száján át kell lélegeztetni. Simán lekes az urat. Bence, komolyan mondom. Nehogy már lesmárold, elhisszük, hogy pedig tudod. Pedig készültem rá, nem. Jó, na most előtted a poén. Tényleg lesmárold? Még letenném. Melléd. Ennyi? Aztán élezgetném őt össze-vissza, amíg fel nem kell. Össze-vissza? Hogy mondja, hogy csinálnám? Figyelj, megmutatom, a legegyszerűbb fölélesztés. Tény! És nem magához is tény. És ezt kézzel, nem? Ezt nem mertem volna. Nem kézzel, ezzel volt jó. Gyerekek, az a baj, hogy nézd meg, hogy itt van... Hello! Szia! Stop! Igen, ebben cipőben pláne nem magas sarkúban nem szabad. Sziasztok! Szia, Evelyn. Városi Ildi, hello! Evelyn, szia! Városi Sándor, szia! Evelyn nagyon mosolygós, ami ugye hát egy recepciós hölgynek abszolút nem hátránya. Abszolút látszik rajta, hogy tapasztalt, mert ugye idősebb. Hölgy. Én láttam, hogy te gyesen voltál. Igen. Van gyermeked? Igen. Nyolc éves kislány. Aha. Igen. Kislány. Igen, kislány. Nyolc éves, akkor már elsős, vagy második? Másodikos. Sulipa. Hát jó, most a küllőből indultam ki, mert ő például 10 évesen volt másodikos.
És még mindig az. Harmadszor is. Elég csinás fiú. Őket szeretjük. A másodikra sokat? Na, akkor aha, megteszi, hogy egy pár, tényleg nem sokat, csak itt ezt a host legalább, hogy innen tűnjenek el. Mondjuk innen tűnjön el ez a por. Én kíváncsi voltam, hogy most csak úgy szimplán elkezd porszívózni, mert ezt azért nagyjából mindenki tud, hogy tologatja a porszívót. Vagy pedig belevisz valami női eset, valami csajosat, valamint, mert itt aztán biztos, hogy az lesz, hogy a kezébe veszi a porciót, vagy a kezébe veszi a felmosót, és ezek aztán figyelni fogják, vizslató tekintetek fognak rávetülni végig. Á, teljesen rosszul csinálja, kapcsolja ki, teljesen rosszul csinálja. Megmutatom ezt, magának hogy kell csinálni. Sanyi, valaki főleg fogd meg ezt a valamit. Megfogom inkább, mielőtt valaki. Úgy kell csinálni, hogy a fiúk is érdeklődéssel nézzék, és az én fiaim érdeklődéssel nézzék, és az én fiaim, hogy is mondjam, el akarják venni magát. Ne kelljen nagyot, hát nézem, hogy csak próbálom csak utána, hogy ez leolva. Valahogy így, de egyébként van ennek egy ilyen vége. Kíváncsi voltam, hogy mennyire veszi a poént. Kíváncsi voltam, hogy mennyire veszi ezt rossz néven, mennyire van fiúsítva. És nagyon jó vizsgázott egyébként. Jó fej, de legalább jó fej. Igen. Mozog. Kincse már megint, mint egy ilyen rossz tatlan. És sajnos nem eszkálja bot nélkül, mert mindjárt jön még a harmadik lány, itt fogsz összecsuklani előtte. Na tessék, és szia. Akiről beszélünk. Várja, Silni, hello. Zsane, szia. Kezi csókolom. Maga az, aki nem tett képet. Önéletrajzába az kicsit. Ja, nem, de elküldtem az e-mailbe. Utólag, kis hölgy, utólag. Jó, hát elnézést. Nem, már ezt elrontottam. Nem lehet, ez nem így van. Sajnyi az a borka, már én veszem el tőled lassan. Na, akkor az első feladat legyen az, hogy átköti a lábamat. Szegény hirtelen kinyába föltekelte valahogy azt a fáslit. Hát, hogy mennyire volt szakszerű, én sem vagyok ápolónő. Inkább azt mondom, hogy gyorsan föltekelte, hogy meglegyen. Ne aggódjon, Zsanett, nem bukott be meg a teszten. Nem, de a fiúkat egy kicsit. De. Itt van. Nem bukott be a teszten. Nem baj, örökom. Igen, de van esély. Szóval van esélyem? Nincs. Mint hogyha egy féllábú ember jelentkezne Tarzán szerepére. Érti? Legalább annyi esélye van. Olyan visszafogott, olyan nem annyira hebrencs fazon. Nem nagyon tudnám elképzelni egyébként, hogy ő legyen ott minden nap. Lesz levétel, meg föltétel. A levételt már egyedül csinálja. Igen, egy picit tudod emelni? Aha, jó, szuper, tök jó. Figyelj, most csak visszatekerem, és akkor készít. Oké. Kész? Na, aha. Nagyon jó. Ezt elviszem? Szuper. Ja, jó, nem. Csúcs, szuper! Szeretem a rendet. Így könnyebb, biztos nem tudom lefinni a karját. Hát annak nem valószínű. Hát annyira igyekezett az utolsó jelölt, hogy még a birkózásra is elkezdett kacérkodni. Ha jól sikerült a csípődövás is jól meg tud csinálni, akkor ígérem, hogy megfontoljuk ezt az egészet, hogy maga jelentkezett, vagy jelentkeztél ide hozzá. És megkapod ezt. És nem. És hazavihetti a bábút. Nem. Nem. Az sem. Hát nem is bírnád hozzáfinni. Hülyén néz neki, állná vele a buszon. Az biztos. Na nem, és akkor arra gondoltam, hogy akkor majd értesíteni fogunk. Jó. Rendben. Na figyelj, hagyd lássam a fogást. Na, nyafogás. Én beladok mindent. Jó? De egy igazit, egy olyan jó csattanúsat, egy olyan nagyon barest, egy olyan nagyon tutit. Jó. Te kis te. Na. Ej, de szép volt! Ej, de szép volt! Ez tényleg nem volt rossz. Nem! Na ne folytogasson tovább, engedje ezt a bábút, ez az én barátom. Mégis már mindenkit megismertünk minden oldaláról. Itt van három boríték, mindenki kap egy borítékot. A feladat, hogy fel kell adni, és aki a leghamarabb visszaér, az kap egy pluszpontot az önéletrajzához. De is mondta nekem, hogy ő megcímzett három borítékot, amit el kell küldeni. Tehát fel kell adni a postán. És egyébként egy tök találékony dolog volt, tehát meglepett engem is vele. Figyeld be, hogy rohannak! Ez nem is az enyém! Menj a másik cipőjébe, az is jó! Ez itt lát! És már megint rosszul csinálták, mert nem így vettük fel a cipőt.
Nem tanulnak ezek a nők. Nekem mindenképp egy olyan lány lenne szükségem, aki mindent világgyorsan megold, nem szuszog meg kávézgat a feladatok között. Te menj el kajálni, mert te már idegbeteg vagy, éhes vagy, látom rajta. Nem előzött meg senki, hello! Hát te hogy kerültél ide? Hát feladtam. Nem, biztos nem adtad fel. Feladtad a versenyt és inkább visszajöttél? Nem, bedobtam egy postaládába, azt nem mondtátok, hogy postáját feladni. Egy postaládába? Igen. Kinek a postaládába? Tudod, vannak az utcán postaládák, bedobtam. De ja. Kiébe? Hát kintem jön rá, simáhányosan. Vannak ilyenek, nem? Hivatalos postáldában. Nagyon okos, ügyes. És akkor bedobott közösen készítés, Ildi. És akkor úgy szelektálják. Ildi. Ez nekem nagyon pozitív, hogy valaki ennyire találékony, hogy nem postát keresek, hanem postaláda, az hamarabb lesz. Okos, ügyes. Talpra esett ügyes, szerintem. Te mondd ki a végszót, mert hát ugye te vagy a... Főnökasszony. Fel vagy véve. Komolyan? Gratulálok. Én nekem megfelel maximális a Bence. Gratulálok. És a fiúkat te képviseled ebben a dologban. Hol tudunk beszélni valami olyasmiről? Bocs, hogy így ezzel kezdek, hogy valami kedvezni, vagy hogy beszeretnék állni a fiúkhoz, mert szeretem az izmos fiúkat, hogy beállhatok edzeni? Hogyha persze, hogyha nem. Hát amikor recepciós vagy, akkor nem tudsz edzeni. Jó, de hogyha nem, nincs éppen munkaidőm, akkor... Hát az a te döntésed, mindig, itt mindig munkaidőd lesz az a baj. Jó van, ez már így jó? Nagyon jó, mire jó? Hát, most már megyek. Hát mész jó messzire egyébként, Csigabiga. Nézd meg, semmi. Kincsem, de így nem tudsz edzést tartani. Két, igen, miért nem lehet legalább egy napot pihenni? Azért, mert a srácok, a versenyzőkkel meg lett beszélve, hogy edzünk szombaton is. Az elmúlt napokban Sanyi reggel is tartott edzést, van ott délután, meg este is tartott edzést, volt, hogy napi hármat, de kettőt mindig tartott, és most jött el ez a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy nagyon most akkor egy kicsit pihi. De léci. De azt gondolod, hogy de mi vagyok, rokkant, vagy mi? Az vagy. Tudok menni, ki tudom találni, hogy mit csináljunk, le tudom ellenőrizni. Azt én nem mondtam, hogy itt vagy rokkant, hanem ott vagy rokkant, és akkor ezt kell kitalálni. Na és akkor mi van? Aztán... Így megállok és mondom, hogy mit kell csinálni. De ki kell menni a kocsiig, a kocsit el kell vezetni, a kocsiból be kell szállni, ki kell szállni, lemenni hát a lépcsőn az edzőteremben, nagyon jó, az is jót tesz a lábadnak. De leugrálok egymást azon a pár lépcsőn, hagyjál már ügyességet. Hát törik a másik is, hogy nem törik el, hagyjál már butaságoddal békén. De így sokkal rosszabb. De megállás nélkül menj, és már pedig azért azt a két kis térdéből védjük már meg azt az egy térdet, mert így aztán teljesen le fog rokkanni már a végén. Amit ma meg tudunk csinálni, azt ma kell megcsinálni. Már pedig te nem mész sehova, már meglátod te ezt. Mit dünnyögsz? Semmit. Nem dünnyögök. Amit ma kell megcsinálni, az a mai feladat. A holnapi feladat meg holnapi feladat. Ez nem lehet bepótolni, ez nem így megy. Amikor meg majd vernek minket a versenyen, akkor meg majd mit mondasz? Akkor meg jaj, ami nem edzettek eleget. Persze. Nehogy már egy kis antikáláson múljon az, hogy a fiúknak eredményük legyen, ez nem így működik. Meg lett ígérve, meg lett beszélve, akkor ezt csinálni kell. Jó van, kincsem. Na jó van, én elmentem. Most te hova mész? Idi! Kincsem akkor, ha te nem, majd én eldöntöm, akkor most elmegyek és megtartom az edzést helyetted. De milyen edzést tartasz? Hagyjad már, milyen edzést tartasz? Hát majd meglátod, mert bezárlak. Aerobik, ugra-bugra. Majd lesz aerobik, ugra-bugra, mert bezárlak. Szeretlek. Milyen bezárlak? Hova bezárlak? Szia, kincsem! Nehogy már bezárjál, hülye vagy? Belezárjál már! Szia! Mi van, kész vagytok már? Miért a Sanyi? Sanyi nincs, mert ma én tartom az edzést. Most mi olyan vicce? Halálosan komoly. Ő lehet öltözni felfele, és egyébként megjegyzem, bemelegítés, kint kezdünk egy kis futással. Hol? Kint. Számolom, 2 perc. Ildi megtartja a gyógytesit. Bence, olyan gyógytesi lesz, hogy a végén sírni fogsz a gyógytesitől, majd meglátod. És az is, aki a Bencével együtt röhög, az is sírni fog. Na, bemelegítésképp futunk egyet. Fel a lépcsőn, jobbra vissza le, majd utána vissza és le a lépcsőn, jó? És aki mögöttem van, azt még jól felénkbe is billentem, jó? És hogyha fordítom? Aki mögötted van, azt hogy billented fenékbe? Ezt a... Hátra szaladok, fenékbe billentem is. Ezt nem értem. Úgy. Jó, ne szemtelenkedjél, mert 1000 fekvő még pluszba. Jó. Na, gyertek!
fiúk egyáltalán nem vettek engem komolyan, bár amikor a feladatot csinálták, ott azért észrevették, hogy komolyan meg kell csinálni. Na feladat, tiszta erőből felfele futni, de tényleg az se érdekel, ha nem ér le a lábatok fel, nem repülni is lehet. Akinél 12 másodpercnél robot duplázik, ezt komolyan mondom, jó? Sípszorai. 12 másodpercnél jó. Rosszabb. Tudod jól, mit akartam. Na sípszorai, ne a szád járjon. Gyerünk. Gyerünk. 10 másodperc, kiváló! Gyerünk! Csigusz, mi ez? Gyerünk már! Csigusz! Gyerünk! Ha Sanyi tartotta volna az edzést, keményebbek lettek volna, szerintem most egy kicsit visszavettek, de azért valamennyire megcsinálták az órát kényszerből. Hát 4 kézláb hamarabb leérek, hallod, ez mi? Csodálkozom, mert sétálni nem tudtok lejönni. Mérünk neked egyet, Ildi, 4 kézlábba? Ja, hogy szeretnél menni még nem, egyet, ugye? Szeretnék annyira. Szeretnél nekem mérni 4 kézlábba? Akkor gyere, fuss el még egyet, Palika. De. Ádámmal az élemben, párba vagytok. Köszönöm szépen. És ezért az, hogy megy a duma. Hát de azt mondta, hogy 4 kézlábba. Nem, mert még mindig megy a duma. Sípszóra indul, jó? Ugyanezt, repülünk felfele, szárnyakat eresztünk. Gyerünk. De most miért? Na! Gyere, Csirusz, léci, állj ide a Bence mellé, és páros hasazás. Gyere már, nem gondolkodjál, pattanjál föl, számolom. És nem kéne röhögni közben, jó? Mert most volt elég. Nyomjad, egyszerre egy, gyerünk, egyszerre kettő, mondom egyszerre, de mindegy, ez se jut el az agyig. Három, egy, kettő, és egyébként 50 van. Gyerünk, ez mi? Ez mi? Palika! Nem bír tartani! Az edzés végén már azért elpattant a húr, amikor már végig röhögcsélték az edzést. Hát jó, nem végig, de már a végén azért röhögcséltek. Menj már előrébb, ez mi? Hát lazábbnak kéne lenne. De legalább fújt! De ne dumálj, fújt ki a levegőt, különben sose nyújtod meg. Fújjad a kifele a levegőt. De nem szer! De ne nyom már! Jó van, de nem nyomlak nagyon, csak fújt a levegőt, az a lényeg. Fújj kifele! Na az is szép! Jó, másik oldal! Anyám, mint egy tata, esküszöm, de ne nyekeregj a levegőt! Fújj! Nem hiszed el, hogy fáj? De azért, mert te ilyen izé vagy... De nem láttad, az nézed, az Ádám izé csomót köz magára! Gyerünk, legalább ne dumálj már megint! Fújj kifele a levegőt! Hát, ne nyom már ennyire, Ildi! De kicsit így... Anyám, mint egy mozgássérült. Mi van veled? Hát ilyen vagyok. De lenyújtani ugyanolyan fontos, mint az edzés. Hát jó, de merev vagyok. Nyújtanom kell. Ezért kell nyújtani. De meg egyből így azt akarod, hogy lenni nem, már én csak fejemet, vagy. Meg már így spárkáltam. Nem, csak mennyi megy a nyeked. Egyáltalán nem éreztem azt, hogy tisztelnek. Pedig egyébként az edzésen kívül én nézem, hogy a jelenlétívet aláírják-e, én szólok nekik, ha nem érnek oda időbe, én szólok nekik, ha nem jönnek edzeni, én kérem őket számon, ha Sanyinak éppen nincs ideje rá, úgyhogy igenis tiszteljenek. Köszönöm az edzést! Lehet menni öltözni. Ne ilyen boldogan. Na, gyerünk. Na, jó, gyönyörű. Még járunk. Tata, na gyere, Tata! Hello, babám! Remélem, kipihented magad. Szia, kincses bolygó! Na, mi van? Na, mi volt? Jó. Hogy ment? Edzegettünk. Edzegettünk? Igen, kivittem őket egy kicsit kocogni. Te kivitted őket? A mínuszba kivitted az embereimet hát fogni? Hát egy picit, hadd érezzék a törődést, igen. De te megveszték? Kiviszed őket a mínuszba? Ja, és ha megfáznak? Úgy kezdték nekem, hogy zumba, meg mit tudom én, hát most gondolhatod. Csoda? Ezen te csodálkozol? Hát belőle nem nézek ki én se, csak valami ugra-bugra aerobikot. Hát kösz szépen. Na hát, és mi mit csináltatok? Mászattam őket a... A gerendán? Gerendán. Persze a csigusz és a köllő, hát hogy ne, persze nekik nem ment, mert lecsúsztak, meg hosszú volt az ujjuk, na mindegy, nem mondok semmi. Még egyszer, hosszú volt az ujjuk. Hát ilyenre hívott hosszú. Nem tudtak mászni. És te ezt elhitted? Hát nem mondom, hogy teljesen elhittem, de... Na de látod, gonoszra. Hát ezt mondtam neked, hát te jobban megmaradsz a csajoknál, drágám. De én nem mondtam, hogy pasikat akarok kezdeni, én neked akartam jó. Nem kell, én ezt értem, nagyon köszönjük, nagyon, de hidd el nekem, ez nem volt jó.
hülyeség volt.